Sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és elhoztam nektek a következő reakció videóban. Ismét reagálok Hun Countryballnak az Iskola című animációjának a második részére, amit 2 hónappal ezelőtt készített, és 2 hónap után pedig akkor itt az idő lereagálni, és azóta is bolyongtam Budapest utcáin. Ha jó emlékeztek-e rá, arra, amikor végén volt, hogy ugye eltévedtem, és ott bolyongtam, és ugye kiírta a kommentet, hogy addig bolyong, ameddig el nem készül. Hát 2 hónap után elkészült, azt hiszem, és azóta bolyongtam, és úgy döntöttem, hogy akkor lereagálom ismételten, hogy mondjak véleményt erről a részről, mert szerintem nagyon jó rész lesz. És hát akkor nem húzom tovább az időt, kezdjük. És iratkozzatok fel rá, Hun Countryballra. Na, ott vagyok. Nos, megtaláltad a buszpályaudvart, Tehto? Nem, végül taxival mentem haza. Miközben sétáltam, nagyon furcsa érzés kapott el. Olyan volt, mintha egy furcsa hajú medinai videós legendát csinált volna belőlem. Fura hajú! Fiatalok között szeretne lenni. Csak bele akartam lenni, de ügyesen kicserezem. Kérlek, ne tedd ezt fel! Túlságosan kimutatod. Medinai! Folyton emlékezted el arra, hogy beteg. Ha te folyton a betegségére emlékezteted, miközben ő megpróbál erős maradni, a lány bezárkózik, és nehezteni fog a világra. Hagyd szegény lány, nézd! Legenda! Hogy fogom ezt elviselni? Hogy fogom kinyírni? Ó, megjelent Zádor. Te idióta, hogy leszólt engem? Segítek emlékezni. Felismerem Zádort. Idiótának állít be engem ebbe az animációba. Aztán fog ez a botkás üveggel leüt engem. Hát ez szenzációs. Nem csak ugye a hadseregbe vagyok izé őrült, de őrülté tesz az animációiba is amúgy. Hogy röld. Ja, már emlékszem. A lényeg, hogyha fejbe kólintotok engem, akkor mindenre emlékezni fogok. Igen. Ilyenkor most mi van? Na én is ezt kérdem amúgy, mi történt? Kedves alkotó. Te vagy a kézzét. Vágjálak fejben? Nem. Nem kérek több fejbe vágást, elég volt. Nem kérek több vodkát. Valaki azt mondta, vodka! Megjelent Szovjetunió.
Hát akarod. Ó, azért így. Ki engedte őt ide? Megint kezdi. Ne ilyen uniós tess. Fogd be. Na menjünk be. Igen, ez érdekes, csak hárman. Az szép iskola. Fejlesztés, jó? Sziasztok! Ma Pitagorász tétel fogjuk tanulni, és van a dolog. Pitagorász tétel, Isten. Egy hosszú szemedés után, ez real. Ez nagyon real. Nem? Oké, ez síralmas volt. Hát igen, a Pitagorász tétel az nehéz. Hónap dolgozott. Sziasztok, mutaszunk napolyan, jaj, Franciaország. Napóleon. Úgyhogy menjetek enni, és utána indulunk. Ó, ez jó. Megviccelik. Jó viccel. Csípős ketchup a hamburgerbe. A meg... Ugye ott hamburger teszik. Én ott hotdogot, Zádor pedig pizzát. Ez az nagyszerű, ez meg egy fosfat hamburger. Jó kis választása volt, egy különböző ételeket eszünk. Jaj, Románia. Igen, ez egy jó prek, de nagyon jó megoldottad amúgy. Ez jó volt, hogy ilyet tüzet okádott itt nekünk. Kirejtük a faszba. Néha kell a humor. Néha kell a humor. Humor. Humor? Új szó, humor. Aznap is kell után. Ez megy a kirándulás, mi? Úgy tűnik, hogy ma kicsit gyalogolni fogok a busz megállóig. Vége. Hát ez jó volt. Erre mit mondhatok? Hát erre mondanom kell, hogy ez rohadt jó volt. Nagyon tetszett amúgy ez a rész. Az én idiótasságom nagyon remek amúgy. Hogy Dávid leüzi idiót, az úgy mondta, hogy lealacsonyítja az intelligenciámat a sorozatban, az animációban, és tetszett a prank, hogy megviccelte Romániát, ugye. Csípős ketchup-as ott okádott nekünk tüzet. Nyilván animációs mesékben egy nagyon fő témája az egész, hogy tüzet okádsz valamit, meg ilyenek. És az én hülyeségem is remélem nagyon tetszett. Ezt már régóta Dáviddal megterveztük, hogy ő mondta, hogy csinálják ilyen paródiát, hogy akkor az én animációs karakterem, a country animációs karakterem kérdezi ezt, ugye. És akkor mondom, fura hajú! Medina, és random, rámegyek a térképre, hogy kikeressem Medinát. Legenda, és akkor random a füzeteimmel jövök, ugye a regény meg a poszter, amit készített hozzá. Szóval, lényegében állva. Milyen hajabban, radírfej. És akkor lényegében állva. A véleményem az, hogy nagyon jó volt ez a kis rész, és köszönöm, hogy reagálhattam. És hát akkor ennyi is lett volna, és akkor várom majd a harmadik részt, Dávid. Én Zsolt voltam, sziasztok!